Zökkenőmentesen zajlott a nyár a marcali óvodákban. Az ügyeletet adó óvodák fogadták a gyermekeket, változatos tevékenységeket kínáltak, próbálták enyhíteni a nyári óvodába járás minden egyéb körülményeit. A Tündérliget óvoda felújítása sajnos a nyáron nem kezdődött meg, az most beletolódik az őszbe. Fűtés, korszerűsítés, tetőszigetelés és a nyillászáró csere a Tündérliget óvoda hétköznapjait remélhetőleg nem befolyásolja. Alpolgármester úrtól azt az információt kaptam, hogy az őszi szünetben fog megvalósulni több fázisban az intézménynek a felújítása, hát amit nagyon várunk már. Óvodapedagógusokra van szükség az intézményekben a 2018-19-es nevelési évben, de a munkaterv így is megoldott. Hogy most belső helyettesítéssel próbáljuk megoldani az óvodapedagógusok hiányát. Hát ahogy belenéztem az óvodák eseménytervébe, és ahogy áttanulmányoztam őket, ez a nevelési év is bőven fog eltelni sok-sok programmal, illetve olyan tevékenységeket kínálnak az óvónénik a gyerekeknek, amelyek az óvodáknak a sajátos arculatát még inkább kidomborítják, illetve még színesebbé és változatosabbá teszik azokat a programokat, amit terveztek erre a nevelési évre. Sok új kisov is lesz? Hát összesen 126 kis csoportos iratkozott be a marcali óvodai központba. Ebből, hogyha tagóvodákat leszámítom, akkor 102 kisgyerek, aki a marcali óvodákban fogja megkezdeni az óvodát. A vidéki gyermekek utaztatására is kiemelt figyelmet fordít a fenntartó. Teljes mértékben megoldott. Én azt gondolom, hogy az elmúlt években is mindig arra törekedtünk, hogy az ő utaztatásuk a horvát kuti gyerekek utaztatásában semmilyen zökkenő ne legyen. Továbbra is a fenntartó támogatásával megoldott a gyerekeknek az utaztatása. Óvoda bezárása szóba sem kerülhet. Marcali intézményei maradnak. Ez biztos, hogy maradni fognak, hiszen olyan létszámmal indulnak az óvodák, hogy semmi nem tenni indokoltá azt, hogy esetleg csoportot vagy óvodát kelljen megszüntetni vagy bezárni. A közeljövőben melyik lesz a legnagyobb programotok? Mire készültök már? Most az első a sportnap lesz, ami a sportcsarnokba fog megvalósulni a Tündérliget óvoda szervezésében. Ők egy játékos délelőtre fogják majd hívni a város óvodásait, és nagy reményünk az, hogy talán a tagóvodákból is be fognak tudni jönni a gyerekek, és részt tudnak venni ezen a mozgásos délelőttön. Televíziónk az intézmények rendezvényeiről természetesen beszámol az idei évben is.